A bogár banda. A 17. és 18. században sok betyár élt hazánkban. Ilyen volt Sobri Jóska, Rózsa Sándor, Zöld Marci, Savanyú Jóska. A kiskunság leghíresebb betyárjai pedig a bócsai bogár fivérek voltak, főként a vezér Bogár Imre. Persze senki nem jó szántából megy betyárnak, hanem a nyomor kényszeríti rá. Tetteikről aztán sokat beszéltek az emberek. Ami Bogár Imrét illeti, a véletlen hozta, hogy haramiaságra adta a fejét. Kora reggel volt, épp úgy csak felkelt a nap. Imre fáradtan, álmosan ült a nyeregben. A patai vásárba hajtottak marhákat Bugacról, s ő volt a legfiatalabb gulyás bojtár. A gazda számára jó vásárig érkezett, de Imre bizony megjárta. Mire Patajra értek, szűrin szálán eltűnt három göböl. Útközben semmi gyanúsat nem észleltek a hajtók, búvóhelyet sem láttak, ahonnan kilesették volna őket. Éjszaka a kuvaszok morogtak ugyan, de nem fogtak senkit. Nem lehetett másra gondolni, mint hogy valamelyik bojtára tettes, akit a kutyák jól ismertek. Legalábbis a számadó ezt gondolhatta. S Imrét vette célba, aki leghátul lovagolt. Amikor a vásárba értek, rögtön a zsandárokhoz sietett. Azok meg messziről alaposan szemügyre vették a legényt. Nem telt bele sok idő, és Imre látta, hogy feléje közelednek. Az egyik rögtön kérdőre vonta. No, te legény, aztán mondd csak, ki volt a cimborád, aki ellopta a marhákat, ha csak nem te magad voltál? Már hogy lehettem volna, amikor nem mentem sehova az éjszaka, válaszolt Imre felháborodva. Ha én lettem volna, most nem állnék itt. No, majd a tömlöcben mást mondasz, felelt erre a zsandár, és már indult, hogy ráverje a vasat Imre kezére. Ő azonban nem várta meg, hogy kattanjon a bilincs. Szempillantás alatt fölpattant lovára, csizmasarkát a véknyába nyomta. A vásári sokaság csak úgy ugrált széjjel, amerre elvágtatott. A zsandárok nem mertek rálőni a tömegbe, így Imre egérutat nyert, s a Duna felé vette az irányt. Mire üldözői észbe kaptak, már az öntésekben a füzek és reketje bokrok takarásában léptetett Kalocsa felé. A város templomának tornya mutatta az irányt, de jó nagy karéban kikerülte. Inkább keletnek tartott, a Tisza felé. Ott kedvese Duli Marcsa, a révész lánya várta. Nála megbújok egy kis időre, aztán majd csak kiderül az igazság, gondolta. Igyekezett a forgalmas utakat kikerülni. Reménykedett, hogy útjába esik egy csárda, ahol nem ismerik, s ahol akad számára valami kis ennivaló, meg egy kancsó bor. Ahogy így poroszkált, föltűnt egy útszéli kis fogadó. Körbe kémlelt, de lovat nem látott sehol. Gyalog zsandár meg nem jár a határban. Lovát, a sárgát úgy kötötte ki, hogy ha meghúzza a szíjat, magától kibomoljék a csomó. Óvakodva benyitott a csárdába. Csak egy árva parasztbús lakodott magában a hosszú pad végén. Imre, miután tisztességgel köszönt, leült a másik oldalra. A kutyaugatásra meg az ajtócsikorgásra előbújt a csaplárosné. Piszkos rongyot tartott a kezében, azzal törölte le az asztalt az új vendég előtt, és közben dünnyögve megkérdezte. Mi kellene az ifjúrnak? Ha van egy kis szalonnája, kenyere meg egy kupa bora, megfizetném. Közben az asszonyság alaposan megnézte a vendéget. A fiára gondolt, aki pont ilyen szép szállegény volt. Elment a gyerek a Kossuth táborába, és soha többé nem jött vissza. Hozta az asszony az enni-inni valót. Imre előkapta a csizmaszárból a bicskát, lekanyarintott egy darab szikkat, kenyeret, és szelt hozzá az avas szalonnából. Mohón esett neki az ételnek, nyelte hozzá a bort, de közben fél szemmel az ajtót leste. A csaplárosné meg leült mellé, és elveszett fiáról kezdett mesélni. Egyszer csak felugattak a kutyák. Az asszony a legényhez hajolt. Édes lelkem, menekülj! Akkor ugatnak így a kutyák, mikor zsandárok közelednek. Gyere, a pincéből van egy alagút féle az útmenti kőszentig, arra kereket tudsz oldani. Köszönöm, jó asszony, mondta a legény hálás szívvel.
Sajnos a fiát nem adhatom vissza, de itt ez a bugyellár is. Még jól jöhet az, ami benne van. Azzal átnyújtotta az erszényt, és bebújt a nagy hordó mögötti lyukba. Éppen idejében, mert már hallatszott odafentről a kiabálás. Hé, kocsmáros! Ki az a lódakin? Hát az enyém, szólalt meg a búsparaszt. Más nincs itt a csárdában? Csak én! Bújt elő a csaplárosné a pincéből. Ekkor éles fügyszó hallatszott az útmenti kőkereszt felől. Megugrott erre a sárga. Mire a zsandárok észbe kaptak, Imre, mint a szélvész, már röpült a ló hátán, az őrjegi nádas felé. Hát, így kezdődött a fiatal gulyás bojtár betyár élete. Aztán telt múlt az idő, és a pusztai nép hamar megtanulta Bogár Imre nevét. Bandájának oszlopos tagja volt még két fivére, Miska és Jakab mellett Dönti Peti. Egy jómódú izsáki gazda lánya lett Imre kedvese. Nem csak a lány, hanem az apa is pártolta a betyárokat, Gáspár István szívesen megvásárolta a szerzeményeiket. Birtoka az egykori zsankasztanya lett a betyárok legfőbb menedékhelye. A virágos udvarú takaros kis házban a konyha homokkal volt felszórva, s az asztal alatt titkos lejáró vezetett a pincébe. Az udvaron egy magas gémes kút állt. Nappal, ha az ostorfa fel volt engedve, a betyárok tudták, hogy szabad az út, de ha a vödör merítve volt, messze elkerülték a tanyát. A faluban hamarosan híre ment, hogy Gáspár István orgazda, emiatt a pandúrok is szemmel tartották a tanyáját. Igaz, inkább csak messziről, mert három mérges komondor őrizte a portát. A betyárokkal viszont jó barátságban voltak a kutyák, sokszor kaptak tőlük finom falatokat. Ha éjjel őrjárat közelgett, veszett ugatásba kezdtek. Gáspár ilyenkor lámpával a kezében kiment az udvarra, s a kutyákat hátra terelte. Erre, erre, vitéz urak, mondogatta jó hangosan, s egyáltalán nem volt neki sietős, hogy a kutyákat hátra terelje. Közben a betyárok, akik a csűrben húzták meg magukat, úgy eltűntek a tanyáról, mint a kámfor. És hogy mivel töltötték napjaikat ezek a legények? Számon tartották a módosabb emberek ügyes-bajos dolgait, és készenlétben álltak. Imre megneszelte, hogy Uzovics uraság neje és leánya Pestre készül, hogy a kisasszony kelengyéjét megvásárolják. Több se kellett. A banda a hintó nyomába eredt, és Kunszent Miklós környékén utolérték. Körülvették a fogatot. A kocsis úgy remegett, mint a kocsonya, és az utasok sem kevésbé. Imre udvariasan, de ellentmondást nem tűrő hangon szólt. Hölgyeim! Szálljanak ki a hintóból! Mit volt mit tenni? Kiszálltak. A kelengyére szánt pénzt az utolsó krajcárig le kellett számolniuk, és az ékszereiknek is búcsút mondhattak. Teljesen kifosztva fordultak vissza. Imre megbízta öccsét, Jakabot, hogy a hintót kísérje el Izsák határáig, a banda meg az ellenkező irányban elporoszkált a fényes zsákmánnyal. Imre a nyeregből még visszakiáltott Jakabnak. Aztán bántódásuk ne essék! Akadtak aztán olyanok, akik Bogár Imre nevében jártak rabolni. Ilyen volt D. Pál is, egy kisebb gazda, aki három társával szövetkezve az egyik major jószág állományát akarta megritkítani. Az éjleple alatt felnyergeltek, s éppen akkor érkeztek a majorba, amikor az egyik napszámos haza keveredett valami mulatságból. Felfigyelt a kutyák ugatására, meg a furcsa zajokra. Felverte álmukból a majorbélieket, és csak hamar mindenki talpon volt. A háziak nekiestek a betolakodóknak, akik épp az állatokat akarták elkötni. Csattogtak a fokosok, koppantak a botok. Mindenki üvöltött, nagy lárma kerekedett, végül a tolvajok lóra kaptak, és elmenekültek. D. Pál annyira megzavarodott, hogy egyik társára azt hitte üldöző. Megfordult, és fokosával úgy vágta fejbe, hogy az menten leesett lováról, és kilehelte lelkét.
A pandúrok pedig nem sokára elfogták. Nem volt szerencséje. Mikor Dépál szembesült azzal, hogy Gebel barátját ütötte le, bánatosan annyit mondott. Így van ez, csak egyszer húzza ki az ember a lábát a tanyájából, mindjárt baj van. Bogár Imrék egyik alkalommal a gyallai tanyát akarták kifosztani, de a pandúrok rajtuk ütöttek. Körbevették a tanyát, és csak hamar kitört a riadalom. Lett nagy kiáltozás, lövöldözés. A betyárok menekülőre fogták, lúra pattantak, és elvágtattak a Sashegy irányába. Jakab lovának megrándult a csüdje, és fájdalmasan felnyerített. A legény leugrott a nyeregből, a sérült lóval egy bokor alá húzódott. Üldözőik a sötétben nem vették észre, elvágtattak mellette. Egy pandúr azonban kissé lemaradt, ami pont kapóra jött Jakabnak. Utána eresztett egy golyót, mire a sebesült pandúr ájultan esett le a nyeregből. Jakab óvatosan megközelítette a lovat, felpattant rá, és így sikerült megmenekülnie. Egy másik alkalommal a banda Steiner Izidor bőszér pusztai haszonbérlőt látogatta meg. Elkobozták a fegyvereit, a pénzét, az ékszereit és az ezüstholmit. A kocsissal befogadtak a szekérbe négy lovat, felpakolták a zsákmányt és elhajtottak. A bőszéri tó mellett a lovakat kipróbálták, de kettő nem felelt meg az igényeiknek, azokat visszaküldték, de a gazdakára így is 1500 forintra rúgott. A nyár folyamán a vadkerti származású Zsibrita Sándor is csatlakozott a bandához, de betyárkodása nem volt hosszú életű. Egy rablást követően Kalocsa közelében elkapták, és a rögtön ítélő bíróság Kiskörösön felakasztatta. Nem sokkal ezután történt, hogy egy rablás során az új bandatagot a pandúrok meglőtték, és súlyosan megsebesült. Társai nem merték orvoshoz vinni, a babföldön egy szárkúbba rejtették. Állapota egyre rosszabbodott, határozniuk kellett a sorsa felől. Nincs mese, el kell tenni láb alól. Hozták meg a döntést. A következő éjjel Szamárhátra kötözve kivitték a pusztába. Egyikük a fokosával fejbeverte a már eszméletlen legényt, holttestét pedig elhantolták. Hely! Aki betyárkodásra adja a fejét, tudnia kell, neki nem jár koszorú, nem jár pap, nem jár megváltás. Hiába volt kemény szívű utonálló Imre, fiatal társa halála miatt annyira elbúsult, hogy 3 napig Gáspár István kisebbik lányával múlatta az időt a tanyán. Legényei üzentek érte, hogy jöjjön, mert akadna egy jó fogás. Imre indult is, de előtte még betért a Szamárváros kocsmájába, hogy egy kicsit megnedvesítse a szerelemben kiszáradt torkát. Az egy kupa borból 2 lett, majd 3, 4. Amíg a legény gyanútlanul iszogatott, az egyik parasztnak gyanús lett és beárulta. Rádai Gedeon királyi tanácsos emberei rajta ütöttek. Bogár Imre nem adta meg magát egy könnyen. Többet közülük leütött, néhányat megsebesített, de végül leteperték. Előbb a szegedi fegyházba vitték, onnan Pestre, ahol kötelet akasztottak a nyakába. Ma is szól a nóta. Harangoznak délre, 11:30-re. Most viszik a Bogár Imrét a vesztőhelyre. Kiapadt a tisza, csak az iszap maradt. Meghalt szegény Bogár Imre. Csak a híre maradt.